Wayne Csepen, azaz Gáspár András is gyakran Novák családdal kiegészülő írópáros. Műveivel először a magyar fejlesztésű mágus szerepjáték kapcsán találkoztam. Így talán pont szerepjátékos karaktereim miatt hamar kedvencemmé vált Tiernan Gordoin, az ebben a fantasy világban kalandozó bárd. Tír egy tipikus hősies, eszes, veszedelmes karakter, aki bár a történet vége felé egyre félistenében lövöldöz legendás nyílpuskájával, nagyon emberi és szerethető. A Vándorló Fekete Dalnok 6 kötet alatt vált ínev egyik legrettegettebb és legismertebb alakjává. Én ebből 4-et olvastam eddig, és most a harmadikat, az egyik kedvencemet, az Éjszak lángját hoztam el, hát ha más is kedvet kap az olvasáshoz. Zászlóháború készülődik, ez Jineven egy eléggé nagy esemény, ami gyakran évekig is elhúzódhat. Itt a kontinens vörös és fekete hadurai mérik össze hatalmukat, leleményességüket egymással. Természetesen Tír is az események középpontjában áll. Egy régi barátja, Alir Arkon, a dorani nekromanta kéri meg, hogy segítsen neki és Doránnak, a szövetségnek megszerezni a 9. zászlót, a kalandozók lobogóját. Természetesen ez nem ilyen egyszerű dolog, viszont célja elérésében számos új és régi társa segíti, hogy csak néhányukat említsem. Salida, Carnelian hercegkapitány jövendőbelie, Rosanna, a szépséges bajvívó, akit különös kapocs köt össze a lobogóval, egy a vérét eláruló toroni gárdakapitány, és személyes kedvencem McClear, az embervadász, aki egy eléggé titokzatos és csendes karakter, de van is miért, mivel hatalmas erők birtokában van. És mindeközben ott van Gorduin, aki a csatamező közepén a róla szóló jóslat sorait hallgatva döbben rá, hogy sokkal többre hivatott, és hogy a misztikus jelet hordozni nem is olyan egyszerű, mint először hitte. De vajon képesek lesznek megnyerni a zászlóháborút, vagy az ellenfelük diadalmaskodik? Egyáltalán sikerül megszerezniük a lobogót? És Tír, a dalnok valóban az, akinek eddig hitte magát? Ha valaki egy olyan fantazira vágyik, ami hosszú időre köti le a figyelmét, akkor szívvel ajánlom mind ezt, mind a Tiernan Gordoin ciklus többi kötetét, illetve a mágusos írók további műveit.